Önök a Sikert, a Debrecen Televízió gazdasági magazin műsorát látják. Köszöntöm Önöket! Passzol vissza, tesó! Ezzel a fiatalos elnevezéssel hirdetett mobiltelefongyűjtő akciót a megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet felhívásához 18 iskola több száz diákja csatlakozott Hajdú-Biharból. A gyerekek végül csaknem 2000 használt mobiltelefont adtak le. Sikeres volt a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése. A Passzold vissza tesó címmel meghirdetett programhoz megyeszerte 18 intézmény diákjai csatlakoztak. Köztük voltak a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda 4. osztályosai is. Váncsa Gergő például 16 régi mobilt adott le. Anyukám telefonos boltba dolgozik, mikor megtudtam, hogy tud segíteni benne, akkor nagyon lelkesen fogadtam. Volt benne nyomógombos, kihajthatós is, meg a modernebb is. Az újrahasznosítási verseny megnyeréséhez ezek a készülékek is kellettek. Gergő osztálya ugyanis így összesen 463 használt mobiltelefon gyűjtött össze. Az akció sikere még az intézmény tantestületét is meglepte. Nagyon aktívak voltak és nagyon lelkesek mind a gyerekek, mind a szülők, akiket sikeresen be tudtuk vonni ebbe a gyűjtésbe. Az intézménynek a pedagógiai programjának egy kiemelt célja a környezettudatos nevelés, és ennek keretében igyekszünk minden ilyen hasonló programra rámozdulni, és erre is sikerült. A győztes osztály jutalmul azt választotta, hogy ellátogatnak az Agora Tudományos Élményközpontba. A legszorgalmasabbaknak járó oklevelet Skultéti Évától, a megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárától vehették át a gyerekek. Nagyon ügyesek vagytok, és akkor egy nagy tapsot érdemeltek, plusz megkapjátok ezt az oklevelet, és akkor üdvétek nagyon büszkék. Az akció során összesen 1917 darab mobiltelefon gyűlt össze. Most ezt a nagyobb mennyiséget természetesen le fogjuk adni az átvevő pontokra, ahonnan elszállítják majd azokra az újrahasznosító helyekre, ahol szétszedik darabjaira a telefonokat, és a megfelelően újrahasznosítható elemeket ki fogják nyerni belőlük. Kevesen tudják, de egy-egy ilyen készülékben több mint 60 olyan alkotóelem van, az aranytól a tantálon át a kobaltig, amik újrahasznosíthatóak. A szervezők ezzel az akcióval akarták felhívni a fiatalok figyelmét a környezetvédelem és az elektronikai hulladékok összegyűjtésének fontosságára. Ez volt már a Siker. Új műsorral legközelebb hétfőn jelentkezünk. Addig is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!